Nem szállnánk vitába a történészekkel, de abban talán kiegyezhetünk, hogy az otthoni videójátékozás múltja nagyjából 50 évre nyúlik vissza. Az 1972-es Magnavox Odyssey óta lefutott 8 konzolgeneráció, újabb és újabb szereplők vették át az uralmat a piac felett, majd tűntek el kedvezőtlen döntéseknek és erősebb konkurenseknek köszönhetően. Az első két évtized játékai teljesen mások voltak, mint amiket ma játszunk, a játékosok is más elvárásokat támasztottak velük szemben, viszont ahogy egyre összetettebbek lettek, úgy merülhetett fel az igény például egy mentési rendszerre, hogy ne kelljen éjszakára is bekapcsolva hagyni a gépet, ha nem akarjuk bukni az állást. Vannak olyan rendszerek és mechanikák, amik ma már alapvetőnek számítanak, és ha valamiért hiányoznak, azt mindenki megérzi. Ezekről szól most ez a videó. Olyan világot élünk, ahol már egyes konzolok teljes újraindítása után is onnan folytathatjuk a játékot, ahol abba hagytuk. Így jó esetben a mentéssel sem kell sokat foglalkoznunk. Ellenőrző pontokon, fejezetek végén a játékok automatikusan mentenek, és emellett sokszor a manuális mentés lehetősége is a rendelkezésünkre áll. Amíg olyan játékokat játszhattunk, amikben nem volt előrehaladás, nem volt probléma a mentés hiánya, viszont ha pályákon haladtunk át, nem a felhőtlen boldogság érzése járt át minket, ha egy áramszünet vagy egy jó szándékú testvér ténykedésének következtében több órányi munkánk veszett kárba. A 8 bites érában a fejlesztők ezt úgy hidalták át, hogy a pályákhoz kódokat rendeltek, és azok bepötyögésével a játék egy-egy adott pontjára ugorhattunk. Aztán a The Legend of Zelda-ban már rendesen menthettünk, mivel a kazettába épített elemnek köszönhetően a rendszer úgy érzékelte, mintha a konzol sosem lenne kikapcsolva, így nem veszett el a memóriában tárolt állás. Nem ez volt az első játék, ami ezt a módszert használta, de ez lett az egyik legismertebb. Aztán a világ áttért a CD-kre, így a Sega Saturn és a PlayStation idejében megjelentek a memóriakártyák, majd jöttek a rendes háttértárak, és így tovább. Ma már a felhőben is tárolhatjuk mentéseinket, nagy szerencsétlenségkel ahhoz, hogy elveszítsük őket, de például egy figyelmetlen kolléga előidézheti a bajt. Ezt még sajnos túl kevesen használják, de óriási ajándék a szüneteltethető átvezető, sőt, a Naughty Dog külön díjat érdemelne azért, mert a The Last of Us Part 2-ban újra is lehet indítani az átkötő videókat, hát ha esetleg valamit nem láttunk, és megnéznénk ismét. Bármi történhet, ami miatt ott kell hagynunk a konzolt vagy a PC-t. Csöngethet a futár, a függönybe akadhat a macska, fontos hívásunk érkezhet, és ilyenkor kellemetlen, ha lemaradunk a sztori fontos pillanatairól. Jellemzően később már bánhatjuk, a mentés újratöltésével sokszor arra a pontra kerülünk vissza, ahol ismét mi irányítunk. Félmegoldás lehet, vagy a rendszer overlay, amit konzolokon a logózott gombbal hívhatunk elő, vagy a rögzítési felület előhozása, de ez sem működik minden esetben, úgyhogy mindig értékeljük, ha valaki lehetővé teszi, hogy egyetlen gombnyomással megszakítsuk az átvezetést. Magyarország nem egy nagy videójátékos piac. Jó, ha néhány ezer példányt vásárolunk legálisan valamiből, ezért a legtöbb kiadó számára nem fontos, hogy lokalizálja a játékait. Itt is megköszönjük a Sonynak, hogy ha nem is mindent, a legtöbb nagy játékát magyar felirattal látja el. Általában az FX nyelvek közül válogathatunk, angol, francia, olasz, német, spanyol, bár mostanában előfordul néhány egyéb ázsiai és európai nyelv is. Minden esetre azért minden játéknál hálásak vagyunk, hanem csak szinkront hallhatunk, de feliratot is láthatunk. Játék közben eleve nehéz a beszélt szövegre figyelni, pláne akkor, ha nem anyanyelvünkön halljuk, de átvezetőknél is sokat számít, hogy nem kell ezerrel fülelnünk. Míg az angolul jól tudóknak is nehézséget okozhat egy-egy kiejtés megértése, úgyhogy az, hogy a legtöbb játék feliratot kap, óriási ajándék, megbecsülendő dolog. A szerepjátékokban általában még mindig valamilyen gyógyító tárgyal kell visszaszereznünk életerőnket, és a túlélő játékoknál is érthető, karakterünk miért nem áll azonnal talpra egy-egy csúnya harcot követően. A legtöbb akciójátékban viszont már automatikus újratöltést alkalmaznak, mert mind harc közben, mind azon kívül kényelmetlen elsősegély dobozok után kutatni, és nem jó azért elakadni, rosszabb esetben több órányi játékot bukni, mert események sora következtében túl kevés életerünk marad egy-egy fontosabb pillanatra, és olyan helyzetben találjuk magunkat, ahol esélyünk sincs a győzelemre. A regenerálódást a 2001-es Halo Combat Evolved tette népszerűvé, amiben nem az életerő, hanem a pajzs töltődött újra, de most már nehezebb olyan FPS-t és TPS-t felidézni, amiben nincs. Holott, mikor széles körben elkezdték alkalmazni a 2000-es évek végén, mindenfelé ment a panaszkodás. Ezzel egyébként játszanak is a fejlesztők. Az Uncharted játékokban például nem az életerőnket jelzi a képernyő pirossága, hanem hogy fogy néten szerencséje, és egyetlen találattal intézik előtt az ellenfelek, a többi lövés csak épp hogy elkerüli. Van olyan játék is, amiben erősebbé válnak a támadásaink, ha már alig élünk,
és olyan is, amiben szívósabb lesz a karakterünk az utolsó pillanatokban. Minden Call of Duty játékban, sőt az online játékokban általában az első dolgunk, hogy kikapcsoljuk a társaink hangját, ha csak nem feltétlenül szükséges őket hallani, mint például a Rainbow Six Siege-ben. Iszonyú idegesítő, hogy mindenkinek behallatszik a zenéje, az ordibálása, a sikoltozása, mert ismeretlen számukra az a varázslatos eszköz, amit úgy hívnak némítógomb, vagy épp lételemük, hogy játékos társaik megvetéssel viseltessenek irántuk. A voice chat némításának lehetősége szintén egy olyan dolog, amit örömmel látunk a játékokban, és ha az írott chatet is le lehet tiltani, az maga a mámor. Van, aki online is jobban szeret egyedül lenni. Nektek eszetekbe jut még bármi hasonló? Írjátok meg kommentben! Ha tetszett nektek ez a videó, akkor ne felejtsétek el egy like-kal megjutalmazni, további tartalmakért pedig iratkozzatok fel a csatornánkra, és persze bökjétek be a csengettyűt is, hogy értesítéseket kapjatok a friss feltöltésekről. Amennyiben támogatni szeretnétek a munkánkat, a csatornatagság vagy a szuperköszönet funkciók segítségével ezt is megtehetitek. Ez persze teljesen opcionális, de nem árt észben tartani, hogy a csatornatagok pénteki élőadásainkat is bármikor visszanézhetik. Hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!